Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt képviselőház! A sporttal összefüggő törvények 47 oldalnyi módosításra fekszik előttünk. Ennek ellenére nem nagyon látjuk említeni kellő számban a tömegsportot, vagy ismertebb újabb nevén szabadidő sportot. Pedig Európa második legelhízottabb nemzete vagyunk, csak Máltán rosszabb a helyzet Magyarországnál. A magyarok háromnegyede lényegében nem sportol soha semmit, saját bevallásuk szerint, és bizony ebben nagy felelőssége van az állampolgárokon kívül a Covid-diktatúrának is, hiszen gondoljunk azokra a kontraproduktív lezárásokra, amelyek keretében bezárták az uszodákat, edzőtermeket, megtiltották azt, hogy este 8 után mondjuk a gyermekek fektetése után elmenjen valaki futni, feleségemet épp ezért bírságolták meg, engem azért, mert éjszakai kitörés túrán merészeltem részt venni a kiállási korlátozások közepette. Hát nem csoda, hogy oda jutottunk, hogy a Covid lezárások alatt tovább nőtt az elhízás, és kevesebben is sportolnak. A szabadidő sport eseményeken ki is mutatható, a részvétel azóta sem tért vissza a Covid diktatúra előtti idők számaihoz. Egy bő hónapja, talán mindezek nyomására is elindult egy szépen hangzó misszió, a Sportoló Nemzet programja Deutsch Tamás vezetésével, hát olyan is lett. Ha fölmegyünk például most a sportolónemzet.hu oldalra, akkor azt láthatjuk, hogy ha megnézzük mondjuk a kedvezmények és az ajánlatok menüpontját, az ajánlott eseményeket, akkor mindössze 2 darabot találunk az egész országból, és hát azok is elmúltak hetekkel korábban. Tehát a Deutsch Tamás nevével fémjelzett Sportoló Nemzet kínálata nulla, azaz zéró. Hát ezek után ne csodálkozzunk, hogy az ilyen missziók talán pénzelnyelő helyként működhetnek, szépen hangzó politikai kommunikációra alkalmasak, de arra semmiképp sem, hogy megmozgassák a magyar embereket. Eleve önmagában az, hogy amit ajánlanak ezen a honlapon, az is tulajdonképpen csak a szurkolás, hogy a fotelből nézzük, hiszen ez a 2 program is, ami a hetekkel korábban elmúlt, tulajdonképpen csak kedvezményes szurkolói jegyeket tartalmazott, az önmagában azt gondolom, hogy semmiképp sem támogatandó. A tömegsportot, a szabadidősport lehetőségeket kellene egy ilyen program keretében inkább támogatni. Például, ha csak átemelnék, egy titkárnő azt gondolom néhány órás munkával megtehetné erre a honlapra az olimpiai 5 program sokszor ingyenes programjait, és annak azt kell, hogy mondjam, hogy parádés kínálatát, akkor már sokkal előrébb volnánk. Mert hogy igen, méltatnom is kell egy állami programot, az olimpiai 5 programot, méltatnom kell Révész Máriusz munkásságát, akivel nem csak 2006 köt össze, hiszen ő is a rendőrterror áldozata volt, de a tömegsport szerelmese ő is tulajdonképpen, és méltatnom kell azt is, hogy ingyenes túraajánlatokat tartalmazó nívós prospektusokat terjesztenek, a nemzeti kötődést is javítva a magyarság körében. Ezekkel találkozhatunk például a Decathlonban, ami azt gondolom, hogy pozitív, de talán első körben mégsem sportáruházakban kellene, hiszen oda már azok mennek, akik amúgy is sportolnak, hanem sokkal inkább mondjuk a Tesco-ban, hogyha már ilyen áruházakat megnevezhetünk, vagy pedig mondjuk mozikban kellene leginkább, ahova csak kényelmesen beülnek sokan, azokat kellene leginkább ráébreszteni, kimozdítani, és ráébreszteni arra, hogy szükség van a mozgásra. És hát, hogy egy kis kritikát is mondjak azért az olimpiai 5 programmal is kapcsolatban, azért a garantáltan ingyenesen megkapható ajándékok minősége ebben az olimpiai ciklusban jelentősen romlott, a kínai termékek méretezése is rossz, gyermekméretekre pedig nem is gondolnak, holott a program szabályzata dupla ponttal jutalmazza a teljesítményeiket, tehát a fiatalok esetében. Sőt, hát a címeres melegítő, a legendás címeres melegítő esetében, amit még Révész Máriusz is meghagyott, ugye, hogy nem engedi, a feleségének megmondta, hogy nem engedi kidobni, még a halála után se merészelje. Hát ezt a címeres mezt is tulajdonképpen lecserélték ilyen tarka, katyvaszos olimpiai színekre. Úgyhogy azt gondolom, hogy visszasírhatjuk azért a korábbi címeres melegítőt, amit megkaphatott minden magyar állampolgár, hogyha kellően sokat mozgott, immár virtuális pontgyűjtéssel, ingyenes korlátlan pontszerzési lehetőségekkel is. És akkor a jelenlegi törvényjavaslatra térve konkrétan a 24. paragrafusban a Mi Hazánk mozgalom, itt is több fővel jelenlévő sportkabinetjének javaslata, hogy
a Magyar Olimpiai Bizottság feladatait egészítsük ki azzal, hogy végig kitart az ókori és az újkori olimpiai karta alaptézise mellett, és semmilyen bojkott felhívást nem támogat. Hát sajnálatos, hogy ezt így ki kell mondani, de ki kell mondani, hiszen így a 2024-es Párizsi olimpián is minden ország indulását el kellene fogadja. Reméljük így is lesz, de azért ezt biztosítsuk be egy törvénymódosításra, ami ezt javasoljuk, hiszen köztudott, hogy a jövő évi olimpián az Ukrajnát támogató országok, nyugati országok bojkottot terveznek. Felmerült ugye Oroszország, Fehér Oroszország. Hát én azt gondolom egyébként, hogy joggal merülhet fel Izrael kizárása is az olimpiáról, egy terrorállam kizárása. Mégis a mi alapvetésünk az olimpiai eszme szellemében, hogy ne zárjuk ki Izraelt sem. Megmondom őszintén, amikor ezeket leírtam, kicsit megremegett az én kezem is, de azt gondolom, hogy Izraelt is engedni kell az olimpián elindulni. Sőt, rendezzen egy hosszú távon nyereséges olimpiát Magyarország nemzeti összefogással, ellenzéki pártok és civil szervezetek felügyelőbizottsági bevonásával a korrupciót visszaszorítva. Ezt javasolja a Mi Hazánk mozgalom. Tisztelt Országgyűlés, egy olimpia megrendezése reális és kifizetődő lehetőség Magyarország előtt. A szükséges létesítmények többsége már így is megépült, hiba lenne nem kihasználni azokat. A világ harmadik, negyedik legnagyobb sportrendezvénye az olimpia és a labdarúgó világbajnokság után az atlétikai és a vizes VB, melyeket az elmúlt években rendezte hazánk, és melyek létesítményei szintén használhatók volnának olimpián is. A világ egyik legsikeresebb sportnemzete vagyunk, megérdemelnénk mi is végre egy ötkarikás világjátékot. Ez a nemzeti büszkeségtudatot is erősítené, ami felbecsülhetetlen érték. A tömegsportra toborzó hatást gyakorolva az egészségre is pozitív hatással van, de még számszerűsíthetően is lehet nyereséges egy olimpia hosszú távon, ehhez persze gazdasági tervek kellenek. A nemzetközi tapasztalatok, gazdasági elemzések szerint míg a téli olimpiáknak nincs pozitív hatása az érintett régiókra, sőt, a GDP vissza is eshet az olimpia megvalósulása körüli években, addig a nyári olimpiáknak katalizátor szerepe lehet a gazdaságra nézve is az elemzések szerint. Hosszú távon is fellendülhet a turizmus, rengeteg munkahely létesülhet. Gondolhatnánk az infrastruktúrális fejlesztésekre, új utakra, tömegközlekedési vonalakra, az M1-es, M7-es autópálya már régóta esetleges és amúgy is szükséges, 2x3 sávosra szélesítésére és még sok mindenre. Ráadásul nem csak Magyarországnak kellene finanszíroznia, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is jelentős forrásokat biztosít a rendezésre. Már az ókorban is a béke szimbóluma volt az olimpia, egy kirekesztésmentes rendezési szándékkal kifejezhetné hazánk a békepártiságát is. Tisztelt Országgyűlés, az előttünk fekvő törvényjavaslat 35. paragrafusában szúrta ki a sportkabinetünk, hogy a lendületesebb himnusz lejátszását beemelnék, és azt gondoljuk, hogy ez támogatandó is. Viszont nem támogatjuk a nemzeti ünnepeinken a bajnokságainkban megrendezett mérkőzések tilalmát, tehát legyen lehetőség bajnoki meccseket rendezni ezeken a napokon is. Hiszen a közösségi összetartozást is elősegítő mérkőzéseken lehetőség van az adott nemzeti ünnepre való méltó megemlékezésre. Nagyobb eséllyel is látogatnának ki az emberek a munkaszüneti napokon, mintsem munkanapokon. És akkor nézzünk egy pillantást a 38. paragrafusra, hiszen elfogadhatatlan, nem támogatjuk a nézők felesleges túl ellenőrzését, jelentősen megnehezítve ezzel a spontán elhatározásból döntő nézők és gyermekes családok mérkőzésre jutását. Miért kellene egy sportesemény megtekintéséhez érzékeny, személyes adatokat megadni? Ilyen még azért a kommunista rendszer idején sem volt. Ne lehessen kötelezővé tenni a klubkártyához kötött belépést sem. A 41. paragrafust sem támogatjuk, hiszen ezen a nagy testvér kiépítésével potenciális bűnözőként kezelik a szurkolókat, ami a demokráciában megengedhetetlen. Így a kötelező testkamerarendszerrel sem értünk egyet, valamint a felvételek 60 napos tárolási idejével sem. A 28. paragrafusban úgy tűnik, hogy a sportról szóló törvényt kiegészítenék egy olyan alcímmel, hogy Magyar Edzők Társasága.
nagyon szépen hangzik, de azért tisztázandó, hogy lehet-e külföldi edző tagja a magyar edzők társaságának. Szerintünk az elnevezésből kiolvasható, hogy nem. Ezért a köztestület meghatározását, pontosítását kezdeményezzük, hogy a MET tagja csak magyar állampolgár lehessen. Azt gondoljuk, hogy a magyar állampolgárságú személyek érdekvédelmét kellene ellássa ez a szervezet. Azok a külföldi személyek, akik hazánkban dolgoznak, hát leginkább pénzt keresni jönnek ide. Tehát a vendégmunkások elenyésző százaléka gondolkodik úgy, mint mondjuk Marco Rossi, aki egyébként már magyar állampolgár is, tehát őt ez ilyen értelemben nem érintené. A külföldiek célja általában sajnos nem az, hogy azonosuljanak a magyar identitással, hanem a pénzügyi haszon. A Magyar Edzők Társasága tehát miért kellene képviselje a nem magyarok érdekeit? Tegyük ezt tisztába. Aztán a 20. paragrafusnál saját javaslata a Mi Hazánk mozgalmának, hogy kerüljön a TAO törvénybe, hogy csak az a látvány- és csapatsportban részesülő sportszervezet vehet igénybe TAO felhasználást, aki vállalja, hogy az első osztályú bajnokságban szereplő csapatban a pályán lévő játékosai állandóan legalább 50%-ban magyar állampolgárok lesznek. Aki ezt nem vállalja, az nem részesülhet a magyar adófizetők pénzének felhasználásában. Ilyen egyszerű lenne, ha a Mi Hazánk mozgalom lenne kormányon. Addig csak szorgalmazni tudjuk, hogy a hazai csapat sport bajnokságokban 50%-os magyar kvóta kerüljön bevezetésre. Ugyanis a sportban is elburjánzott külföldi vendégmunkások dömpingje helyett garantálnunk kellene a magyar sportolók szereplését a magyar adófizetői pénzből is megrendezett bajnokságokban, a befizetett adókból épített sportlétesítményekben, az utánpótlásnak is több lehetőséget biztosítva, a válogatott csapataink színvonalát is emelve. Csapatsportjaink döntő többségében jelenleg korlátozás nélkül alkalmazható a külföldi, sőt, Európai Unión kívülről érkező sportoló. Ezzel szemben például Románia tavaly bevezette a hazai kvótát a csapatsportokban. Sajnos Magyarországon viszont jelenleg több olyan sportklub működik, melynek játékosai között alig találni hazait. Sőt, olyan mérkőzések is voltak a magyar bajnokságokban, ahol egyetlen magyar játékos sem lépett pályára a magyar bajnokságban. A Transfermarkt szakportál szerint a 12 együttes körülbelül 150 külföldit foglalkoztat. A legutóbbi átigazolási időszakban például tovább nőtt a külföldi labdarúgók száma az NB1-ben, rekordot állított be a Diósgyőr a 2023 nyári átigazolási szezonban, miután 12 légióst igazolt le, ugyanolyan sokat egyébként, mint sajnos egy évvel ezelőtt a DVSC is. Szélre keresztették vagy cserepadra ültették az NB1-be feljutást kiharcoló játékosok többségét. Pedig nem is olyan jók a külföldiek, már kevés esélyt kapnak a magyarok, a labdarúgó gólkirályt az elmúlt években mégis a csak hazai játékosokkal felálló Paks csapata adta. Szükségesnek tartjuk tehát, hogy szabályozott legyen a magyar sportolók aránya a magyar bajnokságokban, erősítve ezzel a nemzeti jelleget és a magyar utánpótlás képzést is. Nincs arról szó, hogy külföldi ne szerepelhessen, de a pályán tartózkodó magyar állampolgárok minimális számarányát 50%-ban javasoljuk meghatározni. Nagy Attila, a Mi Hazánk sportkabinetének elnöke, egyébként ugye ki is kereste, hogy és korábban többször ismertette, és próbáltunk ezzel egy társadalmi vitát indítani, azt gondolom sikerült is, főleg ha még azt a sok tízezer szórólapot veszünk, amit meccseken kiosztottunk ezzel kapcsolatban, és amire fölhívtuk a figyelmet, hogy a Magyar Röplabda Szövetségnél már ugye van ilyen példamutató, a férfiaknál 50%-os, nőknél 33%-os magyar kvóta, a Magyar Kosárlabda Szövetségnél egy szerény 20%-os, ez ugye lényegében egy pályán tartózkodó játékost jelent csak, de mégis valami van. A labdarúgásban és a kézilabdában semmilyen kvóta nincs, ezért az országgyűlésnek lépnie kell. A jelenlegi teljesen liberális szabályozatlansággal Magyarország azt is üzeni sajnos, hogy noha mintegy 130 évig kiemelkedő szinten működtetük a magyar sportot külföldiek mértéktelen alkalmazása nélkül, most már erre mintha nem lennénk képesek. Hát ez persze nem igaz, viszont a nemzeti önbecsülésünket a földre küldik, és elsorvasztják ezzel a magyar utánpótlás nevelést is. Úgy gondoljuk, hogy jogunk van olyan szabályok megalkotására, amelyek garantálják a magyar sportolók szereplését a magyar adófizetői pénzből is megrendezett bajnokságokban, a befizetett adókból épített sportlétesítményekben.
Sajnos úgy tűnik, hogy egyfajta érzékenyítést indítottak el először a klubcsapatoknál, hogy mindenki a saját klubjánál egy kicsit megbocsátóbb, és ott elfogadja azokat az idegen vendégmunkásokat, akik sokszor a magyarokat szorítják ki, és ezáltal, mivel a magyarok nem kapnak annyian szereplési lehetőséget, még a magyar nemzeti első osztályú bajnokságban sem, így ezáltal a magyar válogatott színvonalát is rontják. Éppen ezért ennek az érzékenyítésnek is hadat üzenve kívánja arra felhívni a Mi Hazánk mozgalom a figyelmet, hogy itt az ideje a hazai csapatsport bajnokságokban a legalább 50%-os nemzeti kvóta bevezetésének. Köszönöm figyelmüket! Tisztelt Országgyűlés, nagyon sajnálom, hogy egyetlen párt sem támogatta a Mi Hazánk mozgalomnak a hazai csapatsportbajnokságokban 50%-os magyar kvóta bevezetését szorgalmazó indítványát, leszavazták, most pedig az ennek szükségességét újfent szorgalmazó felszólalásomra nem reagált egyelőre senki, remélem államtitkár úr azért még zárszavában esetleg fog, annál is inkább, mert Orbán Viktor ezt támogatja. Mi ezt régóta feszegetjük, és nagyon örülünk, hogy talán ennek nyomán is néhány hónapja, egészen pontosan júliusban a kormányfő úgy nyilatkozott a Magyar Nemzet napilapnak, hogy több saját nevelésű fiatalt kellene a kluboknak foglalkoztatniuk, sőt, végső soron pontosan az 50%-os kvóta javaslatunk mellett állt ki, idézem. Ha ezt a célt föladjuk, akkor az egész futballt, a magyar futballt nem érdemes csinálni, mert a magyar futball nem a szórakoztatóipar része, a futball komolyabb dolog ennél. A futball az életünk, a magyar ember életének a része, a nemzeti identitás része. Tehát mi nem szórakozni akarunk és tapsikolni a lelátón, mindenfajta messzi földről idefújt, ügyes játékosok játékán örvendezve, hanem mi a saját gyerekeinket akarjuk látni. A magyar gyerekeket, a magyar válogatottat, a magyar klubcsapatokat. Ha ezt föladjuk, akkor az egész futballnak nincs értelme már, mint a magyar futballnak. Legyen a csapat fele nagyon jó minőségű külföldi, de a másik fele saját nevelésű gyerekkel, hogy legyen. Mondta ezt a miniszterelnök júliusban, majd aztán leszavazták pontosan ezt a javaslatunkat, amit mi a miniszterelnök által is elvileg támogatottan, úgy tűnik, mégis hiába nyújtottunk be. Érdemes végül szemügyre venni még Románia példáját is ebben az ügyben, hiszen ott például a felnőtt kézilabda csapatok a külföldi játékosokat részesítették előnyben, ami miatt a 18 év fölötti fiatal kézilabdázók több mint 90%-a abbahagyta a sportot. Ott azonban felismerték a problémát, és erre reagálva Románia sportminisztere 2022-ben rendeletben arra utasította a sportszervezeteket, hogy felnőtt és ifjúsági szinten a hazai sportolók aránya legalább 40%-ot kell elérjen a hivatalos nemzeti sportversenyeken. Tisztelt Országgyűlés, az előttünk fekvő sporttörvény módosító javaslatból nem csak a magyar kvóta hiányzik, illetve van, ami fájó módon kimarad, pedig eddig benne volt a hatályos törvényben. Kikerültek ugyanis a sportiskolák a rendszerből, vagy kérdezem, hogy kikerültek? Mert ugye a törvénymódosítás számos helyen fosztja meg a sportiskolákat eddigi jogaiktól. A módosítások elfogadása esetén pedig hát felmerül a kérdés, hogy a sportiskolák sportszervezetnek minősülnek? Mert hogy most még igen. Miért kerülnek tehát ki a sportiskolák a törvényből, mint amatőr sportolói bázis nagy szerepük volna? Aztán a Mi Hazánk sportkabinetje kiszúrta azt is, hogy a sportról szóló 2004. évi első törvény, harmadik paragrafus 8. bekezdése helyében lépő rendelkezésből megint csak kimarad egy lényegi sportági szakszövetségeket érintő eddig meglévő jogkör, miszerint a sportszövetség jogosult történeti tudományos célból a sportoló nevét, születés idejét, képmását, állampolgárságát, sportszervezeti és sporttevékenységével összefüggő statisztikai adatait, valamint a sportág népszerűsítése céljából a sportoló nevét és képmását nyilvánosságra hozni. A kérdés az, hogy ezt miért törölnék el az adatvédelmi törvény szigorítása miatt. A gyakorlati alkalmazása sújtaná a magyar sportot, hiszen példaképteremtés is fontos, és ilyen elemektől fosztanák meg a szövetségeket azzal, hogy nem hozhatnák nyilvánosságra azt, hogy a klubjukban például melyik sportoló
indult és képezték akár az utánpótlás kereteiben, hiszen nyilvánvalóan ezeknek a sportolóknak a közzététele akkor érdekesebb, hogyha mondjuk már válogatott vagy nagyhírű sportoló lesz, és akkor azért nem mindegy, hogy hol nevelkedett. Én azt gondolom, hogy joguk van, ha már megtették, hogy ezt a sportolót kinevelték a magyar nemzetnek, akkor közzétessék a nevét és a fényképét egyébként is tulajdonképpen közszereplőnek minősülő élsportoló esetében. És végül még egy javaslatot szeretnék figyelmükbe ajánlani, hiszen köztudott, hogy a TAO támogatások nem észszerűen vannak elosztva. Egy javaslat például ennek reformjára, hogy a tisztán amatőr labdarúgásban szereplő labdarúgó egyesületeket segítsük, ideértve akár a vármegyei elsőtől negyedik osztályban szereplőket is, feltéve, hogy az utánpótlás csapatok legalább 70%-át indítják. És a javaslatunk az, hogy lehessen egy fő választott alkalmazottjuk, akár csak minimál béren, aki a csapatok körüli tevékenységeket segíti, tehát a pályakarbantartást, vagy a mezekről, sportfelszerelésekről gondoskodna. Ez nagy hiány, és sokszor akadálya annak, hogy működhessenek nagyobb számban ilyen amatőr klubok, az utánpótlást is segítve természetesen. És ezért gondoljuk, hogy a TAO megváltoztatása több irányba is indokolt, ez lehetne az egyik és nagy segítsége az amatőr kluboknak. Tisztelt Országgyűlés, hogyha ma ismertetett módosító javaslataink közül akár csak egyet is támogatnak, akkor a Mi Hazánk Mozgalom kész támogatni ezt a 47 oldalas törvénymódosítást. De hát ennek ugyebár sajnos csak matematikai esélye van, mert a Nemzeti Együttműködés rendszerében olvasatlanul szokták leszavazni a javaslatainkat, és egyben megvitatatlanul, hiába próbálunk mi tematizálni például a magyar kvóta szükségessége mellett, egyelőre nem sikerült kiprovokálni azt, hogy legalább valamit hozzászóljanak mondjuk Orbán Viktornak a támogató nyilatkozatához. Éppen ezért plenáris szavazásra is fogjuk kérni ezt a módosító javaslatunkat, és meglátjuk egyébként, hogy legalább Orbán Viktor esetében a szavakat követik-e tettek, és esetleg frakciófegyelem ide vagy oda, Orbán Viktor kiszavaz a Fideszből, és ő kiáll legalább a magyar kvóta szükségessége mellett, ahogy ezt ő is mondta, hiszen zárom gondolataimat miniszterelnök úr szavaival, legyen a csapat fele nagyon jó minőségű külföldi, de a másik fele saját nevelésű gyerek kell, hogy legyen. Köszönjük figyelmüket! Köszönöm, képviselő úr, megkérdezem, hogy kíván-e még valaki a felszólás lehetőségével élni. Tisztelt Országgyűlés, további felszólásra senki nem jelentkezett. Az általános vitát ezennel lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, parancsoljon, öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Mindenekelőtt szeretném minden képviselőtársamnak vagy képviselőnek megköszönni, hogy hozzászólt ehhez a sporttörvénymódosítási javaslathoz. Ami Novák Előd úr felvetéseit illeti, sok volt, de sok volt olyan talán, ami kevésbé érintette ezt a jogszabálymódosítást, amennyiben az önök sporttal kapcsolatos kabinetje vagy bárki nyitott arra, én örömmel fogadok minden építő jellegű kritikát, javaslatot, és szívesen vitatom ezt meg természetesen önökkel. Amit az 50%-os külföldi sportolói létszámot illeti, az én jogi meglátásom az az, hogy ez nem sporttörvény kompetencia, ez egy szövetségi hatáskör, ahol ráadásul a szövetségi hatás, ez sportszakmai kérdés, egy szövetségi hatáskör, és ráadásul ott a szövetségeknek nyilván figyelembe kell venni a nemzetközi szövetség előírásait is, és ebből adódóan a sporttörvény itt éket nem verhet, vagy nem erőltetheti rá a sportolói létszámot ilyen értelemben mi meglátásunk szerint. Ami a Magyar Edzők Társaságával kapcsolatos felvetését illeti, ott ugye külföldi edző is lehet részese a köztestületnek, tagja a köztestületnek, abban az esetben, ha ő itt végzi a tevékenységét. Ami a bojkottot illeti, ott meglátásom szerint, és jogérzékem szerint nem a sporttörvénynek kell ezzel kapcsolatosan foglalkozni, a Magyar Olimpiai Bizottság alapszabályával.